Életünk folyamán legtöbben megtapasztaljuk valamilyen mértékben. A legtöbb embernek más és mást jelent. Talán nem is lehet ezt teljesen sablon szintre lehozni, bár a diagnosztika könyvünk, a DSM-4, ami a mentális zavarokat kategorizálja és szisztematikusan rendszerezi, ad erre bizonyos kritériumokat, de a tapasztalatom az, hogy mindenki egyedi módon éli meg, mindenki másként, más szinten, és aki megéli magát a depressziót, az úgy érzi, hogy ilyen szinten senki más nem élte még meg. Hadd kezdjem arra azzal, hogy mi is ez a depresszió, mi okozza, mi történik. Én ehhez egy példát szoktam használni, szeretek olyan szinten beszélni a pácienseimhez, az emberekhez, hozzátok, hogy valahol mindenkinek érthetővé váljon az egész. Úgyhogy használjak egy képet, a kedvenc képemet, a hordót. A hordó az, ami megtelik borral, így ősszel, az első friss borral, rá egy csap kerül, a csapot kinyitják, poharat megtöltik, a pohár megtelt, és a csapot elzárjuk. És amikor újra szükség van rá, csapot kinyitjuk, elzárjuk, és a folyamat így megy. Mindaddig, ameddig a hordó ki nem ürül, és akkor mi történik? Hordót oldalra fektetik, csapot kiveszik, megtöltik, csap vissza, és ugyanígy használjuk a hordót. Újra és újra feltöltjük. Mit csinálunk mi? Mi a hordót nem megfelelőképpen használjuk. Egy ilyen csap az életünkben lehet egy baleset, lehet egy betegség, egy műtét, egy szülés, egy válás, egy gyász, trauma, esetleg magas fokú kimerültség, hosszantartó stressz. Ezek mind olyan dolgok, amik kiválthatják a depressziót az életünkben. Ugyanis a szervezetünkben levő, az idegrendszerben jelen levő szerotonin szintet, ami egy neurotranszmitter, nem kell vele foglalkozni, én is örülök, hogy ki tudom mondani, ez a szerotonin szint, ami a hangulatunkért, a kedélyállapotunkért, a szorongásunkért, vagy a nem szorongásunkért felelős, ez lecsapolódik. Normális esetben ezzel nem lenne semmi baj, mert elzárjuk a hordó csapját, vagy újra törtjük a kiürült hordót. Ehelyett az emberek többsége rátesz egy csapot, két csapot, három csapot, négy csapot, stressz a munkahelyen, stressz otthon, a házasságban, közben műtenek, közben balesetem volt, és a hordó dugig van csapokkal, mindegyik kinyitva, a hordó kiürül, és rugdossuk a hordót, hogy miért nem ad többet. Ez a depresszió. Azt hiszem, így érthető nagyjából a kép, ugye? Tehát valami lemerült, valami elfogyott, valami, amit pótolni kéne. Hogyan néz ki ez a depresszió, azon kívül, hogy most már tudjuk, hogy hogyan kéne kinézni a jó hordónak? Azt mondjuk, hogy általában öt vagy több tünetnek az alábbiak közül ott kéne lenni, azt mondjuk, hogy két hetes periódus alatt minimum, és a napok legnagyobb részében levert hangulat, szomorúság, ürességérzet, érdeklődés és az öröm jelentős csökkenése, majdnem minden tevékenység iránt, alvászavarok, nyugtalanság, vagy éppen lelassultság, fáradtság, enerváltság, érdektelenség, önvádlás, bűntudat, csökkent gondolkodás, csökkent koncentrálási vagy döntési képesség, halál gondolatával való foglalkozás. Ezek a tünetei, a leggyakoribb tünetei a depressziónak. Persze a súlyossága igazából attól függ, hogy ezek az időszakok meddig tartanak, amíg én így érzek,
milyen gyakran jönnek az alatt az időszak alatt, vagy ezek az időszakok milyen gyakran ismétlődnek, és milyen mélységben. Kell, hogy értsük, hogy mi a depresszió ahhoz, hogy beszélhessünk róla. Ez volt a száraz szakma, a diagnózis. Nagyjából, hogy honnan eredhet. Traumákkal, fájdalmakkal mindannyian találkozunk. Veszteségeink mindannyiunknak vannak. Küzdelmeink mindannyiunknak vannak. Mit gondol a társadalom a depresszióról? Hogy viszonyul a társadalom a depresszióhoz? Hát először is hadd mondjam azt, hogy divat a depresszió. Nekünk van egy nagyon aranyos kis szavunk rá, úgy mondjuk, hogy depi. Akkor hazajöttem Magyarországra 2000-ben, nem értettem, hogy mi az, hogy depi. Nem tudtam elképzelni, meg kellett, mi az, hogy depi. Legtöbb ember nem is tudja, hogy a depi egyenlő depresszió. Csak olyan depis vagyok. Most az az érdekes, hogy amikor egy betegséget becézgetünk, akkor el kell gondolkodni, hogy ennyire melengetjük? Hát mit becézgetünk? Azt, amit melengetünk. Tehát ennyire melengetjük magát a depresszió fogalmát? Ezek csak elgondolkodtató kérdések. Olyan kis kedves lett nekünk. Könnyű a depresszió. A depresszió azért könnyű, mert nagyon könnyen engedélyezve van a társadalmunkban azt, hogy átadjam magam. Áldozatszerepet vállaljak fel. Ha depressziós vagyok, akkor előbb-utóbb nem kell tennem, nem kell döntenem. Sőt, képes vagyok kivívni akár azt is, hogy ne legyek beszámítható. Ha depis vagyok, akkor valahol a barátok is békén hagynak. Hát, hagyjad most depis, nem kell vele foglalkozni. Akkor kapok egy olyan külön kis békén hagynak zugot. Hogy mondjam azt, azért említem ezt, mert ez egy csapda lehet. Érdemes odafigyelnünk arra, hogy a társadalom hogyan viszonyul a depresszióhoz. Hallottam már olyan depressziós pácienseimtől, hogy az az igazság, hogy az kiegyensúlyozott ember kicsit unalmas is. Édesapámmal, amikor beszélgettünk a depresszióról, ő maga is ezt mondta, hogy hát nem őke. Hát a kiegyensúlyozott ember, aki jól van, aki azt mondja, hogy hát küzdök a dolgaimmal, megvívom a magam kis harcait, de hát haladok, hát bízok az Istenben, hát próbálok, tervezgetek, alkotok. Már bocsánat, de nem unalmas? Miről lehet vele beszélni? Tehát valahol sokkal izgalmasabb, amikor lehet valamin egy kicsit rágógumizni. Miről beszélgetnénk, ha kiegyensúlyozottak lennénk? Nagyon gyakran tapasztalom, hogy a céltalanságunkat társadalmilag be tudjuk bújtatni depresszióba. Szinte, hogy mentesít minket az alól, hogy álmaink legyenek, hogy céljaink legyenek, hogy eszmei kihívásaink legyenek. A depresszió szinte felmentés az alól, hogy valamit kitűzzek, amifelé haladni akarok. Hogy valamit kitűzzek, amiért küzdök. Ez a társadalomnak az engedélyező oldala. De a társadalomnak megnéztem egy kicsit, szeretnék megmutatni egy másik oldalt is. Ugyanakkor, míg a társadalom engedélyezi, sőt, valahol burkoltan bátorítja az embereket, bátorít minket a depresszióra, elfogadottá teszi, a másik oldalról nem érti meg a depressziót. Nem értjük. Mi hívők sem értjük. Az egyik viszonyulás nem komoly betegség, csak hiszti. Hogy mondjam azt, hogy a klinikai depresszió az nem csak hangulati probléma, nem csak a gondolatok befolyásolása, hanem a betegnek a testi állapota is.
Igenis, ez egy kémiai egyensúlyzavar. A klinikai depresszió komolyan kell vennünk. Nem lehet lerázni, nem lehet félretenni. A társadalmi tévhitek és nem megértések közé tartozik az, hogy semmit nem lehet ellene tenni. Nem lehet a depresszió ellen semmit tenni, hát ő már csak ilyen. Nem igaz. A depresszió több mint 80%-kal gyógyítható. Több mint 80%. Ez egy hihetetlen gyógyulási arány. Hát nekem meg kell mondani, az egyik kedvenc betegségem a depresszió. Tudjátok miért? Mert én egy narcisztikus, öntelt, magabiztos ember szeretnék lenni, és nekem az egy hihetetlen jó érzés, amikor azt látom, hogy az illető gyógyultan távozott. Na hát, Emőke, sikeres vagy. Hát most legyünk őszinték. Depresszió gyógyítani élmény. Hát ritkaság az, amikor még mindig ott van évekkel később, és nem tudom kihozni. Dehogy is, hát az egy sikerélmény. Depresszió gyógyítani a legjobb. Személyiségzavarok? Hát nem véletlenül nem vállalom őket. Hát nekem olyan hosszú türelme nincsen. Hát én ennyit nem akarok küzdeni, éveken át küzdeni. Hát egyszerűen én tudom, hogy nem tudnám egy idő után tolerálni azt, hogy még mindig itt van. Mit csinálok rosszul? Kudarc élményként élném meg azt, hogy nem tudok haladni. Tehát maga a depresszió az egy reménységgel töltött betegség. Gyógyítható. Nagyon nagy százalékban gyógyítható. Nagyon sokan azt mondják, hogy akarat kérdése az egész. Hát hagyd mondjam azt, hogy ha a cukorbeteg nem tudja az inzulin szintjét akarattal helyreállítani, akkor miért várjuk el a depresszióstól, hogy a szerotonin szintjét helyreállítsa akaratával? Egy kémiai egyensúlyzavar, amit nem lehet akarattal helyreállítani. Az a probléma ezzel a megközelítéssel, hogy míg a depressziós már amúgy is küzd az önarcképével, az önértékelésével, ez a gondolat, hogy akarat kérdése az egész, tulajdonképpen őt beskatujázza, hogy te gyenge ember vagy, mert depressziós vagy. Azaz a beteget, ahelyett, hogy emelném, még inkább gyengítem. A depresszióba való eljutás, a megelőzés, igen, és erről fogok ma beszélni, sok szempontból akarattal, döntéssel, viszonyulással megelőzhető, de maga a depresszió nem akarat kérdése. Sok változtatható rajta, de nem lehet ennyire kategorizálni. Nem szabad, hogy a sebzettet még lejjebb húzzuk egy ilyen kijelentéssel. A társadalmunk pedig sajnos nagyon sokszor így viszonyul. És még egyet a társadalom tévhitei közül. Ha hiszek, akkor meggyógyulok. Sajnos sokan a hívők közül úgy viszonyulnak a depresszióhoz, hogy ha igazán Krisztussal járna, nem lenne depressziós. Egy bukott világban élünk, ahol betegségek jelen vannak. Hívő emberek is lesznek betegek, hívő emberek is halnak meg. Idő előtt, betegségben, ez ugyanez a kategória. Az, hogy én depressziós vagyok, nem szabad kategorizálnunk, hogy ez hit kérdése. Hiszem, hogy Isten dönthet úgy, hogy csodálatos módon meggyógyít valakit a depresszióból. De ez nem mentesít minket a felelősség alól, hogy aki depressziós, azt mi magunk emeljük és segítsük. A legtöbb embernek a depressziójára valamilyen jellegű oka van a maga szintjén. Valami történt. Valahol sebet kaptak. Valahol sérültek. Valahol vesztettek.
akkor felmerült a kérdés bennem, tehát tehetetlen áldozatai vagyunk életünk eseményeinek? Tehát kinyitották a csapot, kiürül a hordó és kész, nem tehetek róla, nem én nyitottam ki a csapot? Én úgy definiáltam magamban, hogy tulajdonképpen a depresszió az egy válaszreakció életünk eseményeire. Egy egészségtelen életviszonyulás. Az a depressziónk az a megküzdési, egyéni megküzdési stratégiánk végeredménye. Az, hogy én küzdök, ennek a stratégiának a végeredménye. Ezt én megtanulhattam gyerekkoromban, akár a családba, akár az iskolába. Akár elleshettem az egyetemen a szobatársaimtól a kollégiumba. Akár rám ragadhatott a munkatársaim között, vagy kulturálisan. Van, amikor ez kémiai egyensúly, de hagyd mondjam, az már a végeredmény. Amiről ma én szeretnék inkább beszélni, az elsősorban a megelőzés. Vagy az, hogy amikor valaki észreveszi, hogy elindultam a depresszió irányába, hogyan jöhetek belőle ki, hogyan előzhet-e meg az, hogy mélyebbre kerüljek. És azt hiszem, hogy ebből talán, amikor azt mondom, hogy megküzdési stratégiánk eredménye, talán kiderül az, hogy itt egy kicsit felelősséget, sőt nem is kicsit, nagyon szeretnék mindenkire egyénileg felelősséget tenni. Felelősség, felvállalást önmagunkért. A sebeknél kezdtük. Hogy mondjam azt, hogy a sebeinket le kell tudni zárni. Ez a lezárás a mi döntésünk. Szabadságunk van arra, hogy az életünket végig nyűglődjük a sebeinkkel való foglalkozásban, hogy azáltal akár mártírokká váljunk, vagy áldozatokká váljunk, és szabadságunk van arra, hogy azokat letegyük. Annyira csodálatos, hogy a kereszténység, amit én annyiszor mondok, az egyetlen olyan hitvallás, ahol mindig van újrakezdési lehetőség. Mindig van tiszta lap, mindig van remény. Nem csak holnaptól, nem csak egy hónap múlva, nem csak jövőre, hanem a következő perctől, sőt, mostantól. Lehetőségünk van letenni a sebeket, és nem a sebek árnyékában élni. Az az igazság, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, mert egy ismeretlen terület. Ha én megtanultam a sebeimmel élni, akkor én azt már megszoktam. Ismerem annak minden mozzanatát, minden érzését, minden gondolatát. És nincs gyakorlatom az újban. Nincs gyakorlatom abban, hogy milyen az, amikor nem ragaszkodom a sebeimhez. A legtöbb depressziónak van olyan fázisa, ami megállítható, ami legyőzhető. Hadd adjak néhány ilyen stratégiai pontot, engedjétek meg nekem. És Alcinnak én azt mondtam, hogy a győzelem felé. Öndefiníció. Ahogy definiálom magamat. Ahogy viszonyulok önmagamhoz. Öntörvényeket húzunk, néha észre se vesszük, hogy miket hozunk a múltunkból. Csak mondogatunk olyan téves meggyőződéseket, hazugságokat, amik elvileg legkönnyebb menekülési pont a szenvedések elől, de igazából hamis biztonságérzetet adnak nekünk. Elsősorban azért, mert mi tartjuk kezünkben. Hadd mondjak egy ilyen példát. Amikor én azt mondom, hogy én csak a szenvedést érdemlem, ez egy depressziós mondat. Ez egy depis gondolat.
Amikor én csak a szenvedést érdemlem, ezáltal tulajdonképpen teljes biztonságot adok magamnak arra, hogy vigasztalni fognak. Hogy simogató kezeket fogok kapni. Ugye senki nem fogja nekem azt mondani, hogy ja, szerintem is. Tehát amikor én azt mondom, hogy én csak a szenvedést érdemlem, erre nem azt fogjuk kapni, hogy egyetértek, haladjunk. Hát mi lesz erre a válasz? Jaj, tudod, hogy nem így van. Ó, nem, hát te olyan csodálatos vagy. Kicsit megsimogatták a lelkemet. Te egy annyira nagyszerű ember vagy. Te egy olyan csodálatos feleség vagy, jó apa vagy. Vagy így, vagy úgy. Halljuk azokat a kis olajozásokat, amitől már is nem nyikorgunk annyira. Kezünkben van a kontroll. És észre se vesszük, hogy míg ezeket mondogatjuk, identitásunkká válik. Mondok egy másikat. Jobb, ha felkészülök a rosszra, akkor majd nem érnek meglepetések. Ezt úgy szokták mondani, hogy hát nekem nincsen optimista életszemlélete. Én szoktam mondani, hogy hát lehet úgy is nevezni, az egy nagyon szépen hangzó, hogy egy kicsit pessimista életszemléletem van, de ezt nem szokták mondani, csak úgy szokták mondani, hogy nincs optimista életszemléletem. Én erre azt szoktam mondani, hogy önlehúzó életszemléletem van. Sőt, tovább megyek. Egy kicsit önmagamat felkészítem a tragédiára életszemléletem van, miszerint nekem meggyőződésem, hogy velem már csak rossz történhet. De miért történhet velem már csak rossz? Mert én csak ezt érdemlem. Miért? Mert én olyan senki vagyok. Érzitek, ahogy megy lefele a spirál? Ez olyan, mint egy fúrócsiga. Tudjátok a fúrócsiga, hogy néz ki? Van egy íve. Lent, keskeny. És ahogy megy lejjebb, és lejjebb, szélesedik. Ezek a gondolatok mennek egyre mélyebbre, és egyre szélesednek. Ugye erre senki nem fogja azt mondani, amikor én azt mondom, hogy jobb, ha felkészülök a rosszra, mert akkor nem érnek majd meglepetések, senki nem fogja azt mondani, hogy dehogy nem, várjál csak, azt te még nem tudod. De nincs ilyen ember. Tehát amikor valaki elkeseredve egy ilyen negatívot mond, mi lesz rá a válasz? Nyugtatgató hazugságok. De jó lesnek. Mert majd az, hogy ó, meglátod, holnap már minden rendben lesz. Ez is jó, ez olyan még nem volt, hogy valami ne legyen sehogy. Nem ismerjük ezeket a mondatokat? Csak az a baj, hogy átmenetileg megkapjuk őket, átmenetileg megnyugtatnak, de igazából belül, bár megkaptuk a minimális vigaszt, a sebb tapaszt, de belül a saját meggyőződésünk nyomatékosodik, erősödik. Mert egyre inkább szorongunk, hogy valami lesz, valami rosszabb lesz. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy én kontrollálom a válaszreakciókat, nyugtatgatom magamat, kezemben tartom önmagam vigasztalását, és közben önarcképemet, önértékelésemet, öndefiníciómat teszem tönkre. Önpusztítási folyamat. Lehúzzuk önmagunkat ezzel az életszemlélettel. Lassan valóban elhisszük, hogy ez a mi személyiségünk. Eleinte csak mondogatjuk, később elhisszük. Torzul az önarcképünk. Torzul az életszemléletünk. Az egyik dolog, amit újra és újra és újra csinálok azokkal, próbálok elgondolkodtatni, elbeszélgetni azokkal, akik depressziósak, hogy megkeresni az ilyen önpusztító mondatokat. Ezek önátkok. Teljesen mindegy, hogy mikor és hol szedtem föl. Néha kérdezik tőlem, de miért? Hogy mondjam, azt erre szoktam kérdezni, hogy nem mindegy. Néha megértem, hogy miért, de az még nem változtat.
ha én felismerem, hogy valami nekem káros, nem az az elsődleges lényeg, hogy miért. Sokszor segít, de nem az a lényeg, hanem az, hogy folytatom, ami káros, vagy újat kezdek. Óvakodjatok azoktól a mondatoktól, amelyek észrevétlenül lefele fúrnak. Ezeket le kell cserélni. Isten többre tervezett titeket. Többre hívott el titeket. Többet szánt nektek. És ezt el kell hinnetek. Nektek is, és nekem is. A másik probléma az ilyen jellegű gondolatokkal az az, hogy ezek manipulatívak. Ez nem őszinte, legyen a ti beszédetek igen, igen, és nem, nem. Ez az, amikor kizsarolom, kimanipulálom a másikból a bátorító szavakat, az értékelő szavakat, ahelyett, hogy őszintén megvárnám, hogy valóban szívükből fakadjon. Itt valahol én nem is teszek érte, csak követelem. Manipuláció. És mégis olyan sokat csináljuk. Észre se vesszük, és röviden szólva megalkotjuk önmagunk börtönét. Mert elkezdünk hinni valamiben, amiben nem szeretnénk hinni, és a körülöttünk levő emberektől pedig már nem tudunk őszinte reakciókat kiváltani, vagy elvárni, vagy várni, vagy fogadni, hanem csak manipulálni. A szomorú az, hogy a manipulatív ember tényleg saját maga csapdájába esik bele, mert amikor megkapja az őszinte értékelést, tudjátok, azt is manipulációnak veszi. És nem tudja hova tenni azt, amikor azt mondják, hogy de tényleg értékes vagy. Mert keresi a hátsó szándékot. Egyszer valaki nem is olyan régen azt mondta nekem, a depresszión dolgozom vele, a kedvenceim közé tartozik, mert szépen javul. És magyaráztam neki, hogy attól félek, hogy a depressziója már teljesen identitásává vált. Egy szókimondó egyén, élmény vele dolgozni, és a következőképpen reagált. Még mielőtt befejeztem volna a mondatot, rám nézett, és azt mondta, hogy de nőke, én úgy érzem, hogy elveszel tőlem valamit. Igen. Ez így van. Ennél őszintén nem lehetett volna. Úgy érzem, hogy elveszel tőlem valamit. Egy identitást. És mi volt a következő, amit mondott? De milyen vagyok, ha nem vagyok depressziós? Nem tudom, hogy kell viselkedni, nem depressziósan. Ez az, amikor identitásom. Hogy olvassak föl nektek egy igét a Filippi beliekhez írott levélből. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Nem csodálatos? Itt van. Erről gondolkodjatok. Arról, ami tisztességes, ami igaz, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ami erény, és ami dicséret. Képzeljétek el, ha mi minden kimennénk, és mindenki, aki ma itt hallgatta ezt az előadást, csak erről gondolkodna. Szerintem zavar keletkezne a városba.
gyerekeim mondták annak idején, hogy tegyünk ki egy táblát a kapunkra, és legyen az ráírva, hogy mosolyog, zavard össze a világot. Ezt mondja Pál apostol is. Ezekről gondolkodjunk. A győzelem felé vezető útnak a másik része a viszonyulásunk. Angol úgy mondja, hogy attitűd. Szép magyar szóval attitűd. Hogyan viszonyulunk életünk eseményeihez? Az életünk eseményei, ami körülvesz minket, érzelmeket váltanak ki. Az elfojtott érzelmek depresszióba vezetnek. Ha megsebeznek, a sebekből az elfojtott elsődleges érzelmek közé tartozik a harag. A harag kétfelé mehet. Kifele, valaki ellen, megsebeztél? Hát fulladj meg! Úgy hívjuk, hogy heteroagresszió. Vagy pedig, mit csinálnak a jó keresztények, a jó erkölcsű emberek, őt nem bántom, de a haragnak valahova menni kell, mert energia nem vész el. Önmagam ellen autoagresszió. A befele fordított harag az a depresszió. A cél nem az, hogy kizárjuk vagy megszüntessük a haragot, hanem az, hogy jelzésként kezeljük. A harag az egy egészséges dolog. A harag egy jelzőrendszer. A harag az a sípoló rendszer, ami azt jelzi, hogy valaki átlépte a küszöbödet, anélkül, hogy te beengedted volna. A harag a riasztó berendezés. Valaki közeledik hozzád úgy, ahogy nem szabadna. Valaki a te időddel gazdálkodik. Valaki a te feleségeddel gazdálkodik. Valaki a te pénzeddel gazdálkodik. Valaki a gyermekeddel gazdálkodik. A haragot Isten adta önvédelemre. Önmagában nem bűn. Önmagában áldás. De a befele fordított harag önpusztítás. Kezeljük a haragot úgy, mint egy jelzőrendszert. Ha bárki közületek úgy érzi, hogy haragszik, álljon meg egy pillanatra, és kérdezzen meg, miért haragszok? Ne azt kérdezi, mit csinált, nem érdekes, nem az, hogy mit csinált. Hol fáj? Mi fáj? Hol sebeztek meg? Mit érzek? Megalázva érzem magam. Kihasználva érzem magam. Megsemmisítve érzem magam. Becsapva érzem magam. Ha ezt így meg tudjuk fogalmazni, akkor azt is látjuk, hogy hol nem védtem meg magamat. Ha felismerjük a haragunk kiváltó okát, akkor már, tehát ez olyan, mint amikor kerítés. Ha tudjuk, hogy hol jött át a szomszéd kutyája, be tudom foltozni. Ha tudom, hogy hol lépték át a határomat, hogy hol sértettek meg, hogy hol gázoltak át, akkor már tudok egészséges döntéseket hozni önvédelmemért. És akkor az önpusztító depresszió helyett önvédelmet tudok gyakorolni. Ha ezt a gondolatsort megnézzük, akkor a probléma elsődleges legfőbb forrása az, hogy vonakodok attól, hogy nyíltan beszéljek a problémákról. Vonakodok attól, hogy beszéljek a feszültségekről. Valahol talán megtanultam, valahol meggyőződésemmé vált, hogy az önfenntartásnak, az önvédelemnek nincs értelme. Talán azért, mert régebben sikertelen voltam benne. Talán azért, mert megtanultam azt, hogy csak akkor szeretnek, ha nem védem meg magamat.
Talán azért, mert megtanultam azt, hogy csak akkor fogadnak el, ha nem védem meg magamat. Talán azért, mert megtanultam, hogy csak akkor nem bántanak, ha nem védem meg magamat. Megtanultam, hogy az önvédelemnek nincs értelme. És éppen ezért egy hamis meggyőződésből visszafojtom az érzelmeimet, a meggyőződéseimet, az álmaimat, a vágyaimat, és ezzel elindítok egy önpusztító folyamatot. Édesapám mesélte, hogy nem sokkal 1956 után Lipótmezőn volt egy szakmai értekezlet, ahol azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy mi Magyarországon az öngyilkosság oka. Tehát 56-os idők után beszélünk. Édesapám felszólalt, és Kovács Imre Néme Ima forradalom című művére hivatkozva a következőket mondta, azért, mert a nemzet traumatizált, sebzett. És kifejtette, hogy ha egy nép nem tud igazi forradalmat csinálni, akkor néma forradalmat követel. Megkérdeztem édesapámat, édesapa, mi ez a néma forradalom? Azt mondta, hogy hát ő 5 pontra emlékszik, ő úgy emlékszik, hogy ezeket mondta el: öngyilkosság, kivándorlás, abortusz, szektába menekülés és depresszió. Azért, mert a nép élni akar, és nem lát megoldást. Azaz a nemzeti öngyilkosság egy félrecsúszott pót megoldás. Egy félrecsúszott válaszreakció a sebekre. Ugye nem kell mondanom, hogy édesapám ezután szóbeli figyelmeztetést kapott, hogy lejáratja az országot. Nem döbbenetes? Ha egy nép traumatizált, és nem engedik a forradalmat, a visszafojtott forradalom néma forradalmá válik, és beindul egy önpusztító folyamat. Ez a depresszió, amikor nem tudok fellázadni az ellenem ejtett sebek ellen, és néma forradalmat indítok. Ez nemzeti szinten ugyanaz, mint egyéni szinten. Ezt kell nekünk egyénileg, külön-külön a magunk életében, a magunk családjában, a magunk munkahelyében, a magunk helyén megtenni. Ha megsebeztek, lépni ellene. Ha megsebeztek, szólni, hogy állj, várjál, az az én pénztárcám. Bocs, ez az én időm. Az, hogy én fél órát várjak rád minden alkalommal, mikor megbeszéljük, hogy jössz és nem jössz, én időmből vettél el fél órát. Engem aláztál meg nyilvánosan. Engem csaptál be. Ezek az én határaim. Ugye azt mondta édesapám, hogy a depresszió egy félrecsúszott pótmegoldás. Úgy gondolom, hogy ez annyit jelent, hogy gyakran eszközök hiányában vagyunk. Nincsen meg a megfelelő eszköztárunk arra, hogy kifejezzük azt, ami bennünk van. Itt, amikor arról beszélek, hogy kifejezni, ami bennem van, nem csak a sebekről beszélek, hanem ott vannak a vágyak, ott vannak az álmok, ott vannak a célok. Nem csak a veszteségek és a sebek azok, amiket szeretnénk megosztani. Milyen borzasztó az, amikor egy gyerek nem mondhatja el az apjának és az anyjának, hogy te, én orvos szeretnék lenni. Tudom, hogy a családban még ilyen nem volt, de nekem ez minden álmom. Ez egy visszafojtott cél.
kimered mondani a céljaidat? Vannak céljaid? Megmered fogalmazni az álmaidat? Szabad? Mered megmondani a vágyaidat? Hány és hány házaspárnál kiegyensúlyozottabb lehetne a kapcsolat, ha elmernék egymásnak mondani a vágyaikat? Amikor a vágyaimat nem merem elmondani, ez a visszafolytás önpusztítással formálódik. Ugye milyen sokrétű ez a depresszió? A depresszió viszonyulás az élethez. Ha mi a körülményeinktől várjuk, hogy megváltozzanak, akkor magunk a depresszióra ítéltük. Nekünk kell változtatni a viszonyulásunkon. Nekünk kell kinyitni a szánkat és megfogalmazni mindazt, ami bennünk van. Hadd olvassam nektek fel azt az igét, amit annak idején a háború alatt édesapám Belgrádban, ami alapján prédikált, tanított, igét hirdetett, ki tudja, minek nevezzük azt. Az alatt az idő alatt ő 11-szer volt Belgrádban. Amikor nekem elmondta, megdöbbentem rajta, mert amit elmondott, az azt, hogy ott egymás mellett olyan emberek ültek, akik elvileg háborúban álltak egymással szemben. Mit lehet egy háborúban olyan embereknek mondani, akik most egymás mellett ülnek, de más oldalon állnak? Amikor a környezet életpusztító. Amikor a külsőségeken, az eseményeken én egyénileg nem tudok változtatni. De minden okom meg lenne a depresszióra. Jeremiás próféta könyvéből a 29. fejezet 4. versétől olvasom. Így szól a seregek ura, Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok. Szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjatok férhez leányaitokat. Szüljenek azokat fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittek titeket, ahova fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Mit mond Isten a fogoly népnek? És mi volt az az ige, ami befogadhatóvá vált egy háborúban? Az, hogy ültessetek, hogy szeressetek, hogy házasodjatok, hogy házasítsatok, hogy szüljetek, hogy szaporodjatok, hogy éljetek, hogy ültessetek fákat, és egyetek a gyümölcséből. Érzitek az élet illatát? Ezt nem a Kánaánban mondta Isten. Ezt a fogságban mondta. Ezt jelenti a viszonyulás az élethez. Nem azt várom, hogy a környezet, hogy a körülöttem levők változzanak, hanem én kezdek el élni, én kezdek el illatozni. Nem csodálatos? Hiszem, hogyha a viszonyulásunk az élethez, Istenhez igazodik, hiszem, hogyha a gondolataink, a viszonyulásunk a gondolatainkhoz Istenhez igazodik, akkor le tudjuk győzni a depressziót. Akkor nem kell eljutnunk a mélységekig.
És ha el is jutottunk, könnyebb onnan a kijövetel így, mint Isten nélkül. A depressziónak van egy szerves része, amiről keveset beszélünk, de mi, mint lelki emberek, mint keresztény emberek nem hagyhatjuk ki. És ez a bűntudat. Nem találkoztam még olyan depressziós emberrel, aki valamilyen szinten ne szenvedett volna a bűntudattól és az önvádtól. Ha figyeltétek, az elején magában a diagnózisban is ott van szélsőséges, erős bűntudat, önvád. Amint már annak idején mondtam közöttetek, amikor a Mi lett a bűnnel című előadásomat tartottam, amit akkor is túléltetek, remélem, hogy ezt is. A bűntudatnak van egy egészséges változata. Amikor közelebb visz engem Istenhez, amiből elfogadom a feloldozást, és ami után élet és megújulás van. De ha ragaszkodunk a bűntudatunkhoz, akkor önmagunkat zárjuk el Istentől. Akkor megfosztjuk magunkat a fejlődéstől. A bűntudatunkat le kell tudni tenni Isten előtt. Bármi is legyen az. Jézus Krisztusban pont azt kaptuk ajándékul, hogy nincsenek beosztott részecskék a kereszt lábánál. Nincsenek rublikák és kategóriák, hogyha megtalálod a bűntudatnak mögött levő bűnödet, azt ide beteheted, de ha nem, akkor neked nincsen megbocsájtás. A kereszt alá bármit letehettek. És a kereszt alá mindent letehetünk. Nem szabad ragaszkodnunk a bűntudathoz. A bűntudat egészségtelen változata az, amikor már eltávolít Istentől, amikor engem bezár, a kapcsolataimat elsorvassza, nem éri meg. Csak annak éri meg, aki téged porbalázva szeretne látni, aki téged jövőkép nélkül szeretne látni, mert ez a fajta bűntudat nem Istentől való. A sátánnak egyetlen egy célja van, Istentől távol tartani. És a bűntudatnak az egészségtelen formája Istentől távol tart minket. Hányszor és hányszor hallom, én már nem mehetek oda. Megvárom, amíg egy kicsit megerősödök, majd akkor megyek oda. Ne várd meg, míg megerősödsz, mert ez elhidegüléshez vezet. Bármilyen jellegű bűntudatod is van, tedd le Istennél, és hagyd ott. Hagyd ott. És valahányszor eszedbe jut a bűntudat, mindig mond azt, nem, ezzel nem akarok foglalkozni, ezt én már letettem. Én ettől szabad vagyok. Újra és újra és újra jelentsd ki magadnak. Én már szabad vagyok. Én ezt már letettem. Szóltam nektek arról, hogy kell, hogy máshogy viszonyuljunk önmagunkhoz, az életünkhöz és életünk eseményeihez, és arról, hogy kell, hogy a bűntudatunkat is le tudjuk tenni. Néha megéri a bűntudathoz ragaszkodni,
Azért, mert igazából egészen szentnek hisszük magunkat mellette, és ugyanakkor egy passzivitásban tart minket. A bűntudattal teli ember nem lehet aktív. A bűntudat az egy lánc, amin kirohanhatunk, és egyszer elkapja a nyakamat, és visszahúz. A bűntudat korlátoz. Passzivitás. Céltalanság. Krisztus minket szabadságra hívott. Célokra. Akárhogy is, és akárhol is legyetek a depresszióval, mindenki egyénileg tudja, hogy mik azok a benne levő érzések, amelyek miatt tulajdonképpen jogosan mondhatná azt, hogy lent vagyok. Hogy olvassam nektek föl azt az igét, ami nekem olyan kedves, erről is neveztem el a cégemet, Szányra keltek BT, bár kérdezték már, hogy ez valami madártani intézet? Szoktam mondani, hát igen, sasok vagyunk. Ézsaiás próféta könyvéből a 40. fejezettől, 40. fejezet 27. versétől. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Tiszta depi, nem? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. A depressziós ember így érez. Röviden, én már az Istennek se számítok. Én hiszem, hogy ő mindenkit szeret, csak engem hagyott ki. Isten pont ezt mondja. Miért? Miért gondolkozol így? Hát nem tudod? Vagy nem hallottad, hogy örökkévaló az Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Hogy rövidítsek. Az Isten más, mint mi. Ő nem fárad el, ő nem lankad el, és mi őt nem értjük. Kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtelent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, elejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Tudjátok, miért szeretem ezt az igét? Nem azért, mert futnak, és nem lankadnak, és járnak, és nem fáradnak. Figyeljetek csak! Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. És a legkiválóbbak is megbotlanak. Micsoda kegyelem! Micsoda kegyelem! Értitek, ez mit jelent? Neked is és nekem is, mindannyiunknak szabad elfáradni, szabad ellankadni és szabad megbotlani. Értitek, hogy mekkora felszabadító szavak ezek? Hát ez csodálatos. Isten nem azt mondja, hogy te, hát legkülönbb létedre elbotlottál, hát én nem ezt vártam tőled, hanem én nézünk az Istenre. Hanem azt mondja, hogy hát miért kérdezitek? Hát így kezdi, miért kérdezitek azt tőlem, hogy hát hol van az Isten, hogy meg sem figyelsz rám, hogy észre sem vesz? Hát nem értitek? Hát mindenki elfárad. Mindenki elbotlik. Az ifjak is, a legkülönbek is. Szabad. Nem baj. Tudjátok, úgy magam előtt látom a gyerekeimet. Hát olyan nincsen, hogy róluk ne beszéljek. Tehát azt hittétek, hogy megúsztátok. Fogom magam vissza, de nem tudom megúszni. Hát amikor nekem hazajön,
akármelyik gyereke, édesanyja, ilyen jegyet hoztam, édesanyja, olyan jegyet hoztam. Hát benne nem az van, hogy szégyel magad gyalázatos. Hát látom én már az ő szorongását. Látom az, az ő küzdelmét. Tisztában vagyok vele, hogy ő maga is tudja, hogy mennyit tanult, vagy mennyit nem tanult. Hát én bennem csak egy van, kicsim. Nem baj. Kijavítod. Ha kell, segítek. Nyugi. Ez csak egy jegy. Ez nem te vagy, ez csak egy jegy. A szívemnek az elsődleges válasza, az elsődleges reakciója az, hogy nem baj. Ezt mondja az Isten is. Miért mondjátok azt, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt? Hát miért mondod azt, hogy hát nem kerül Isten elé az én ügyem? Hát nem érted? Hát elfáradnak, ellankadnak az ifjak. A legkülönbek is megbotlanak. De figyelj, van egy titok. Egy valami. Bízzál bennem. Bízzál bennem. És szányra fogsz kelni, mint a sasok. Tudjátok, mit jelent sasok? Az, hogy, bocsánat, nem a trágyadom fölött fogsz repkedni. Tehát nem lent, mint a minek hívják? Na, fecske. Tyúkok, nem? A fecskék. A tyúkok azok még annyira se repkednek. Az a mondás jutott eszembe, hogy a quillanon kaptat muszkasz, a sas nem kapkod legyeket. Tehát a fecske az hol repül? Ahol a legyek? A legyek hol vannak? Hát a trágyadom felett. Len, alacsonyan. Éppen, hogy csak ne legyen ütközés. Az Isten azt mondja, hogy figyelj, ha bennem bízol, nem lent leszel, fönt. A hegycsúcsok felett, magaslatokban, ahol elmondhatod, hogy madártávlatból látom a világot. Értitek? Ez a csodálatos. Ez az, amiben kapaszkodjatok. Ez az, amiben reménykednünk kell. Szóval az Isten azt mondja, hogy ne mondjad már, hogy megfeledkeztem róla. Mindenki elfáradt, mindenki elbotlik. Kicsim, csak bízzál bennem. Bízzál bennem. Szányra kelsz, mint a sasok. És tudod, mit fogsz látni? Az, hogy megújul az erőd. Szányra kelsz. Futsz. És nem fogsz ellankadni. Meglátod? Menni fog. Járni fogsz. És nem fogsz elfáradni. Sok jó terápia van. Hasznos terápia a depresszió ellen. A kognitív terápia állítólag 85%-os gyógyulási arányt mutat ki. Magasabb, mint a gyógyszerek kezelése, a gyógyszeres eredmény. De akik az Úrba bíznak. Tudjátok, nekünk van még egy plusz. Kapaszkodjatok ebbe a pluszba. És ha körülöttetek bárki van, aki ezzel küzd, álljatok melléjük. Ültessétek le a megfáradottat arra a kőre. Emeljétek fel a kezeiket. Tartsátok azokat a kezeket, míg megújulnak, míg megerősödnek. Mert akik az Úrba bíznak, megújul az erejük. Ezt ígéri Isten, és ebbe kell kapaszkodnunk, nektek is, és nekem is. És a körülöttünk levő megfáradottakat erre kell segítenünk. Erre lettünk elhívva. Köszönöm a figyelmeteket. Igyekeztem úgy befejezni és úgy haladni, hogy tudom, hogy mindig nagyon sok kérdés van. Persze lehet, hogy ma annyira átfogó volt minden, hogy nem is lesz kérdés. De biztatlak titeket, hogy ha bármilyen jellegű kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel, bármilyen hozzászólásotok van, szívesen válaszolok. Van bőven időnk, ugye Józsi? Igen. Gyógyszerekről, hogy ki tudtam, hogy azt ott tudni lehet,
és valószínűleg valami az ember szervezetében felborult, hogy nem tudja újra tölteni ezt a szerotonin mennyiséget, hogy esetleg ezzel van-e valami, amit lehet kezdeni az embernek a saját életében. Tehát ez így javíthatatlan dolog. Igen. Igen, tehát az volt a kérdés, hogy mivel lehet még esetleg ezt a szerotonin hiányt segíteni. Tehát hagyj fejezem ki azt, hogy a depressziónak nagyon sok fajtája van, tehát van egy nagyon nagy része, ahol még nem kell gyógyszeres kezelés. És amiket elmondtam, azok alapján tényleg van megújulási, megerősödési esély. De van egy pont, amin túl már maga ez a terápia önmagában nem segít, tehát amikor gyógyszerrel pótolni kell. És én hagyd mondjam azt, hogy ha az orvos azt mondja, hogy igen, itt már gyógyszeres kezelés kell, akkor ott gyógyszeres kezelés kell. Ettől függetlenül azért van néhány dolog, amit tehetünk. Tehát az egyik nagy dolog, amit itt említettem, az, hogy a hordónak a csapjait el kéne zárni. Most ez az, amire az emberek azt szokták mondani, hogy hát emőket nem érted az életemet, az én életem egy kicsit más. És én azt szoktam mondani, hogy dehogy nem értem, mert az enyém is egy kicsit más. Hát itt mindannyian tudjuk, hogy miért ragaszkodunk a magunk kis csapjaiból. Miért nyereség nekem az, hogy teljesen kimerítem magam, miért nyereség az, hogy nem töltekezem fel. Tehát az elsődleges, amit a legtöbben visszautasítanak, az az, hogy egy új prioritási sorrendet kell felállítani. Vannak dolgok, amiket csökkenteni kell, vagy abba kell hagyni. A másik, amiket itt mondtam, tehát ez a kognitív terápia, amikor a gondolataimat, a viszonyulásaimat módosítom. Mert annak ellenére, hogy ezek gondolatok, ezek fizikailag is kihatnak ránk. Tehát előbb-utóbb leszívják, hát úgy szoktuk mondani, hogy leszívják az energiánkat, de én azt is mondom, leszívják a szerotonin szintünket, vagy dopamin szintünket, mikor, kinek, mit. Emellett nagyon fontos szerepe van az alvásnak. Erre is szokták mondani, hogy ja, oké. Tehát erre már is ott úgy néznek rám általában az emberek, hogy igen, emők elővette a nők lapját. De hát az alvás az az egyik legkomolyabb regeneráló fázisa az életünknek. Tehát az a mély alvásban regenerálódik az idegrendszerem. Feltöltődök szerotoninnal. Tehát ebből 4-5 óra egy éjszaka kötelező lenne. 4-5 óra nem az, hogy 4-5 óra szunyókálok, hanem az, hogy ellazultan, mélyen kialszom magamat. Ez megint egy olyan dolog, hogy mióta elektromos áram van, ugye, vagy minek hívják ezt, villamos áram? Már elektronika, elektromosság, villamos, ez már nekem magas. Tehát, hogy itt mi a különbség? Gyerekeim remélem nem hallgatják ezt az előadást. Neki kell felelni fizikából, tehát azért. De hát mióta a lámpát föl tudjuk kapcsolni, onnantól kezdve nem foglalkozunk a testünkkel. Hát ameddig éghet a villany, addig fönn vagyok. Tehát az, hogy a testem jelez, hogy már nem bírom tovább, mit számít? Ébresztő óra megszól, hát akkor föl kell kelni, megyek. Tehát itt van egy egészségtelen életviszonyulás, életvitel, aminek az egyik végeredménye az, hogy kémiai egyensúly is felbomlik. Az alvás nagyon-nagyon fontos. És a következő megint ilyen, bocsánat, de tényleg nők lapja rovat, de hát akkor is így van, mert igazság van benne, a mozgás. Úgy hívjuk, hogy kardiovaszkuláris mozgás, az a mozgás, ami az érrendszert megmozgatja, a szívet megmozgatja. Ebből hetente háromszor minimum 25-35 perc kellene, hát ne jelentkezzen az, aki ezt csinálja, mert mindannyian más, mindenki más szégyenbe jönne. Hát ne hozzuk egymást zavarba azzal, hogy most jelentkezünk, hogy ki az, aki ezt csinálja. Tehát heti háromszor szükségünk lenne egy ilyen aktivizálásra a szervezetemnek. A többség nem csinálja. Fölkelünk, lemegyünk a garázsig, onnan a munkahelyig, ott bemegyünk a garázsba, föl a lifttel, és ugyanez vissza. Hétvégén nagyon jó makó kimentünk a kertig, megetettük a kutyát. Tehát ezek olyan alapvető dolgok, de igazából ezzel lehet a legtöbb. Tehát az, hogy magamat egy kicsit elkezdem kímélni, hogy alszom, hogy mozgok, és még egy valamit hagyd mondjak, elkezdek alkotni. Nem alkotunk, nincsenek céljaink.
fiatalokat kérdezem, nincsenek álmok, nincsenek hobbik. Tehát innentől kezdve csak túlélünk. Tehát ha én csak azért élek, hogy megkeressem a kenyérre valót, hát akkor túlélünk. Hát az deprimáló. Hát minden okunk megvan a depresszióra. Hát Isten azért alkotott minket, hogy alkossunk. Hogy éljünk. Nem arra, hogy túléljünk. Az alkotás szerves része lenne annak, hogy Isten képmására teremtett minket, és a lelkét lehelte belénk. Ehhez képest kevesen alkotunk. Pedig az egy olyan életöröm, ami előre mozdít. Tehát köszönöm a kérdést, jó kérdés volt. Van-e más kérdés, hozzászólás? Hát tudományosan hogy mérik a szerotonin szintet? Hát tudományosan nem mérik a szerotonin szintet, hanem a tünetek összességéből tulajdonképpen, hát úgy mondjuk, hogy a pszichológia és a pszichiátria azért nagy mértékben empirikus tanulmányokra, azaz megfigyeléses tanulmányokra épül. Tehát a tünetek összessége és kombinációja lesz az, ami az orvosnak jelzi, hogy itt most mi hiányzik és milyen mennyiségben. De hát én kérdezem hátul a neurológust, hogy ugye igazat mondtam. Tehát itt első szinten meg kell mondanom, valamilyen szinten rá kell bíznom magam a pszichiáterre, ő pedig kísérleti nyuszit játszik velünk, és reménykedünk benne, hogy ő eltalálta elsőre vagy másodikra azt a gyógyszert, ami a megfelelő. Ez sajnos így van. Ellenben a legnagyobb százalékban, amit mondtam, 80%-a tényleg a depressziósoknak gyógyul. Azt mindenféleképpen én mindig mindenkit bátorítok arra, hogy ha valakinek nincs bizalma a pszichiáterrel, akkor nyugodtan merjen másodvéleményt kérni. Ez Magyarországon még nem gyakori, mert úgy gondoljuk, hogy ha másodvéleményt kérek, akkor én hazaáruló lettem az első orvossal szembe, de hát ebben nincsen semmi. Tehát elmegyek egy másik orvoshoz, és véleményt kérek. És csak olyan orvoshoz szabad járni, akivel van bizalmam. Tehát azt látom, hogy bemegyek egy rendelőbe, 3 perc alatt rám néz és felírta a gyógyszert, nem szabad bevenni. El kell menni valakivel, aki kikérdez, aki meghallgat, aki valamilyen szinten maga előtt rendezi az én tüneteimet. Ez még egy félelmetes dolog, ezt nekünk itt Magyarországon meg kell tanulni, de szabad másodvéleményt kérni. Nincsen abban semmi baj. Az nem hűtlenség, nem hazaárulás, nem gonoszság, csak annyi, hogy nem szeretnék semmit bevenni, amiben nem teljesen bízok. Egy biztos, hogy mást fog mondani. Nem biztos, mert ha az első jó szakember, akkor és a második is, akkor alátámasztja az elsőt. Megkérdezi, hogy mit szedtünk eddig. Igen, mert amikor megkérdezi, hogy mit szedtünk eddig, abból azt is megtudhatja, hogy mi az, ami nem működött, illetve mi az, ami működött. Tehát ezek igazából... Amikor mint mi páciensek oda megyünk, ugye, akkor úgy nézünk rá, most ezt miért kérdezi? Igen, ez a mi feltételezésünk, azért kérdezi, hogy mást mondjon. Igazából azért kérdezi, mert hogyha jó szakember, akkor szeretné látni, hogy melyik gyógyszercsoport, melyik kémiai összeállítás működik, és melyik kémiai összeállítás nem működik. Na, akkor azt nem adja még egyszer. Ugye itt azért előjön a mi bizalomhiányunk, megemlítjük a gyógyszert, és abban a pillanatban elkezdődnek a kérdések, meg a szorongások. Ez így van. Nincs ezzel semmi baj, ez természetes dolog. Éppen ezért ezt át kell beszélni szakemberrel. Tehát ha valaki erre a szintre eljut, hogy gyógyszert kell szedni, valakivel, aki ehhez szakértő, át kell beszélni. Nem én vagyok, mert én nem vagyok pszichiáter, se doktor Tapolyai Emőke, csak Tapolyai Emőke kis mezei pszichológus. Tehát ez nem én vagyok. Igen. Amit mondtál, hogy
mondtál, hogy hobbiról, meg alkotásról, hogy mennyire igaz, hogy sajnos azt tudom mondani, hogy a keresztény gyülekezetek egy nagy része tesz olyan terheket emberekre, hogy a hobbik, azok, hát ha éppen nem bűn, de minimum hiába a valóság, mert nem feltétlenül Isten országát viszi előre, azzal evangelizálni kell, meg a szegények között dolgozni, szóval ilyen terheket úgymond hosszú távon esetleg te, és nem mindenki tudja ezt feldolgozni, nem mindenki tudja ezzel határait olyan egészségesen felállítani, hogy ezzel elboldoguljon és ne okozzon ez egy bűntudatot benne, ami aztán esetleg szintén egy depresszió felé viszi. Igen. Hát vannak egészségtelen viszonyulások, ez valóban igaz. Én úgy gondolom, hogy nekünk ugye azt kell keresni, hogy mi az, amit látunk, nem egy konkrét kiemelt ige versecskéből, vagy a 37. vers B felénél. Ismeritek ezt ugye, amikor ki van emelve, hogy csak az ige versnek a B második felét figyeljük meg, az összes többi nem érdekes. Tehát ugye nem az, amikor egy kiemelt ige versre figyelünk oda, hanem átívelően. Mit mond az ige? Mit látunk a paradicsomtól a feltámadásig? Mit látunk? Mi az, amit a Isten lelkülete, szelleme átitat? Mi az, ami jellemző Krisztusra? Milyen az ő jelleme? Az nekünk útbaigazítást tud adni. Igen, azt hívjuk mániának. Hát, amit mondtam, én nem pszichiáter vagyok, csak pszichológus. Egyet tudok, hogy lehetnek mellékhatások, lehetnek rossz hatások, lehetnek túlzott hatások. Én úgy gondolom, hogy itt mindig, amit én mindig mondok, soha senkit nem biztattam, és nem fogok biztatni, hogy gyógyszert saját adagba, vagy önkéntesen elkezdve, vagy önkéntesen abba hagyva szedjen. Tehát szoktak kérdezni, hogy ugye akkor abba hagyhatom? Bocsánat, nem. Én nem tudom. Világőzöm sincs, hogy abba a tablettában mi van. Tehát én nem vagyok orvos. Én nem emlékszek annyi latin szóra. Örülök neki, hogy magyarul ki tudom olvasni, mi ide van írva. Tehát ezt csak és kizárólag az orvos utasítása szerint. Tehát ezért fontos az, hogy olyan orvosunk legyen, akivel bizalmunk, mi kapcsolatunk van, tehát akiben bízunk. Ezt nekünk meg kell tanulni, de hát ez a szabad piac, hát erről szól. Hát ha nem bízok valakiben, hát most bocsánat, biztos vagy abban, hogy a leértékelt Tesco áru ott a polcon, ami 3 napja lejárt, de azt mondják, hogy még ehető, abba bízol? Hát általában nem, legalábbis remélem. De hát akkor, ha az életünk többi dolgában merünk dönteni, hogy bizalom vagy nem bizalom, itt is kell merni dönteni, hogy ha nem bízok benne, valami nem jó érzés, akkor azt mondom, hogy megkérdezek valaki mást is. Most nem azt mondom, hogy 10 másikat, mert ugye azért valahol meg kell tudni állni, de nyugodtan lehet másod véleményt kérni, de mindig gyógyszer csak és kizárólag az orvos utasítása szerint. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra valami statisztika, hogy akik mondjuk teljesen jó környezetben élnek, sikeres az életük, hogy azok mennyire kevésbé, vagy mennyire hajlamosak a depresszióra, mint az, akinek sok mindentől érzik az élete, és akkor az beleesik. Illetve egy másik kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az embert rengeteg nagyon sok nehézségé, fátvágnak úgymond a hátán, semmi baj nem lesz tőle, és egy teljesen apró egyszerű kis dologtól meg összezuhan és jön ki rá. Jó, hát a 2 kérdés volt, tehát hogy van-e statisztika arra, hogy segítsél majd ebben, jó? Ezért nem lettem orvos, már a kérdés se tudom, ezért nem lettem tolmács se. Tehát, hogy van-e statisztika arra, hogy ha kiegyensúlyozott családból jönnek, akkor ugye depresszió van, vagy nincs. Én nem tudok ilyen statisztikáról, de az az igazság, hogy szinte, hogy meggyőződésem, hogy semmi köze hozzá. Megmondom miért. Mert igazából ez rólam szól. Ez arról szól, hogy én
hogy gondolkodom, én hogy viszonyulok, és én milyen, tehát hogy van-e bármilyen jellegű biológiai egyensúlyzavarom, mit tudom, egy pajzsmirigy alulműködés, kiválthat depressziót. Tehát, hogy én, mint ember, én egyénileg hogy vagyok összerakva? Úgy testemben, mint lelkemben, mint gondolataimban. Tehát ezt én itt nem általánosítanék. Rengeteg emberről van, aki hihetetlen, embertelen körülmények közül jön ki. És valami fantasztikus, élettel teli, életküzdő, életillatú életek lesznek. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ugye, amit a vaknál is kérdeztek, kinek a bűne, hogy vak. Nem. Nem lehet. A másik az, kérdés az volt, hogy hogy lehet az, hogy valaki bírja azt, hogy a hátán fát hasogatnak, és bírja, és teljesen jól van, és akkor valami pitiáner kicsi dolog történik, és azon összeomlik. Hát valószínű, hogy úgy, hogy amikor fát hasogattak a hátamon, egyik az, hogy még nem voltam kimerült. Tehát az az utolsó csepp a pohárba című fejezet. Illetve még a másik dolog, ami elképzelhető, hogy az engem nem érintett. Mindenki más szörnyűnek látja, de engem idegen hagy, mert nekem ott nincsenek múltbeli sebeim. De az az egy pici megjegyzés, az pont telibe talált. Az az egy icike-picike dolog, ott piszkált meg, ahol már el volt fekélyesedve a lelkem. Ahol már olyan mélyen sebzett voltam, hogy ha már a közelébe kerültem, az udvarát megérettem, megérintették, akkor már rángdultam össze. Érthető ez így? Képzeljétek el, mint egy egyszerű fizikai, testi sebet. Ha valami nem sebzett, akkor engem itt üthetnek. De ha nekem ezen a karomon, ugyanazon a ponton, itt éppenséggel van egy kutyaharapás, ami nem gyógyult meg, akkor nekem nem, ha, nem kell, hogy megüssék, ha már látom, hogy közelednek, riadok hátra. A nap égette a vállam, engem ne ölelje meg senki. Tehát ha fáj, akkor én reagálok. Ahol a fát hasogatták, ott nem fájt, ott jó voltam. Erre szoktam azt mondani, ugye, hogy az önismeretemben sokat segítenek a kudarcok, a sebek. Mert megmutatják nekem, hogy hol vannak a fel nem dolgozott múltbeli sebeim. Ha valaki azt érzékeli, hogy mindent bírtam, és ezt a kicsi dolgot nem, akkor ott meg kell állni, Uram, mi van itt, amit én nem dolgoztam még fel? Mi van itt, amire én onérzékeny lettem? Mit lehet csinálni azzal az ember, aki törvényesen barát, hűvő ember, és a keserűségében már odáig merült, hogy tehát már így még nem az a gyógyszer adagolós rész, de tehát eluralja az egész mindennapját, és mindenkivel szemben feltételezi már azt, hogy csak rosszat akar neki. És hiába próbálom motiválni, vagy lebeszélni erről, a szinte már éreztem, hogy nem lehet. Ilyen emberrel mit lehet? Mert már szinte olyan, mintha az energiámat szívná. Tehát valaki, aki annyira keserű, a kérdés így hangzik, hogy valaki, aki annyira keserű, semmit nem lehet mondani, már szinte az energiámat szívja le, de még mindig mindenben a negatívumokat látja, és azt, hogy mások hogy akarnak neki rosszat, ugye? Na most két dolgot hangsúlyoznék ki. Egyik az, hogy rá kell tenni a felelősséget. Ugye én is ezt tettem ma itt veletek. Rá kell tenni a felelősséged. Azért Jézus is volt, akit megkérdezett, akarsz meggyógyulni? Akár lehet neki mondani, figyelj, én nagyon régóta próbálok neked segíteni, de akármit mondok, azt látom, hogy visszadobod. Lehet megpróbálni azt is, hogy azt mondani, hogy én úgy érzem, hogy én a magam tudásával, ismereteivel, eszközeivel nem tudok segíteni.
Mit szólnál, hogyha szeretnénk egy segítséget, egy szakembert? És amit még kiemelnék, ha elkezdi szívni az én energiámat, nekem önvédelmet kell gyakorolnom. Nekem önvédelmet kell gyakorolnom. Azért nem véletlen dolog az, hogy Amerikában kimutatták, hogy a legmagyarosabb öngyilkossági arány, ha a szakmákat nézzük, tudjátok, melyik két szakmára esik? Pszichiáter és pszichológus. Miért? Mert megfeledkeztek önmagukról gondoskodni. Jézusnál csodálatos dolog az, hogy van, amikor ott van a tömeg, és én szoktam ezt mondani, bocsánat azoktól, az elnézést azoktól, akik ezt már sokat hallották tőlem. De ugye hányszor van az a Bibliában, hogy és sokakat meggyógyít a... Mi az, hogy sokakat? Hát ha én sokakat meggyógyítok, jó, hát nagyon jó, Emőke ügyes volt, de hát Emőke ember, hát Emőke azért gyógyított meg sokakat, mert ennyire jutott az idejéből, az erejéből, a tudásából. Mi az, hogy Jézus sokakat? Hát az Isten fia azért jött, hogy megváltsa a világot. Miből állt volna azt mondani, hogy mindenki, aki ma él, gyógyuljon meg? Hogy lehet az, hogy nem mindenkit? Vagy legalább nem mindenkit, aki oda jött hozzá? Sokakat. Nem elgondolkodtató? Tehát ezek szerint Jézus maga is néha volt, amikor azt mondta, hogy hát öt most nem. A másik az, hogy hányszor és hányszor olvassuk, hogy azt mondta a tanítványok, hogy gyertek, menjünk át a túloldalra, menjünk most el, félrevonulok. Vagy menjetek előre, majd jövök utánatok. Ami annyit jelent, hogy ott hagyta a népet. Jézusról többször olvassuk, hogy gondoskodott magáról. Szokása volt, jellemvonása volt az, hogy odafigyel magára. Megmondom miért. Mert Jézus nem hitt az értelmetlen áldozatokban. Ő nem azért jött, hogy szétforgácsolja magát gyógyítgatásokkal. Ő azért jött, hogy ereje legyen és megváltsa a világot egy értelmes kereszthalállal. A megváltás elvégeztetett, nekünk ezt nem kell megcsinálni. Szétforgácsolni pedig nincs értelme az életünket. Annak kérdése, hogy Emőke mennyire tartja a régi betegséget, mennyire idős betegséget, depresszió? Hát, tele van a Biblia Dávid illés. Fél Biblia depressziós emberekkel van tele. Amióta világ a világ, depresszió volt, és depresszió lesz. Szomorúságok sorba le vannak írva a Bibliába, szélsőséges szomorúságok. Hát Illés nem azt csinálta? Kész, elvégeztem a munkát, lefekszem, itt halljak meg. Hát ez depresszió. Tulajdonképpen ez egy pontosan az, amit itt olvastunk. Van. Hát egy bukott világban élünk, ahol nem paradicsomi állapotok vannak. Vannak betegségek, vannak sebzések, vannak görcsök és szorongások, ellankadnak az ifjak, elbuknak a legkülönbek is. De, és itt van az isteni útmutatás. Ősi. Mindig is volt. Van-e más kérdés? Gyógyszer okozhat depressziót? Van már gyógyszer? Igen, tehát biztos, hogy egy rossz gyógyszer okozhat, vagy egy rosszul kezelt gyógyszer, vagy valami túladagolva, de ezt megint a neurológus kérdezzük meg. Altató okozhat-e depressziót? Nem. Ezt most nem én mondtam, a neurológus doktornőről kérdezem. Nagyon örülök, hogy itt vagy különben. Más gyógyszerek, igen. Bocsánat, be kell vallanom, hogy bőrgyógyász vagyok, és
Bőgyógyászt is meghallgatunk ebben a témában. Bocsánat, hogy csak bőgyógyász vagyok, de bizonyos betegségekben fel kell írnunk bizonyos szerkezetű gyógyszereket, izotretinoin el lehet felejteni, de az hajlamosít depresszióra. Tehát amikor bejön hozzánk egy beteg, akkor nem csak megnézzük a bőrét, hanem ki is kell kérdezgetnünk, valahogy megközelíteni, hogy milyen gyógyszereket szed, vagy pedig, hogy milyen betegségei vannak, és hogy hajlamos a depresszióra szépen ügyesen, mert akkor nem írhatjuk fel ezt a gyógyszert. Nagyon szépen köszönöm. Tehát vannak gyógyszerek, amik okozhatnak. Altató nem okozhat. Akkor így. Akkor még egy kérdés van. Hosszú távú altató szedés. Amikor nincs alvási ciklus, nincs pihentető ciklus. Tehát hosszú távon is szedni az altatót, mikor az ember nem tud kipihenni az altatóban, hogy magát okozhatod. Fordított az összefüggés, hogy hosszú távon azt szed altatót, aki egyébként... Depressziós. Igen. Tehát nem az szokott lenni a helyzet, hogy a gyógyszertől vagyok depressziós, hanem azért szedem a gyógyszert, mert amúgy depressziós vagyok. A depressziónak az egyik tünete különben az a nagy igényű alvás. Tehát... Igen, nagy alvásigény, valami ilyesmi. Tehát nagy alvás, bocsánat, kicsit fáradt vagyok, elnézést. Tehát a nagyon magas alvásigény, az tulajdonképpen lehet egy ilyen tünete a depressziónak. Tehát ezt érdemes leellenőriztetni. Itt volt még egy kérdés. Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy egy gyermek lehet depressziós? Igen, bizonyám. Gyerekek is lehetnek depressziósak. A depresszió az korra, nemre, nemzetiségre, tekintet nélkül mindenkit, tehát elérhet. Most ez nem úgy hangzott, mint egy ilyen politikai fenyegetés. Igen, sajnos, sőt, hagyd mondjam azt, hogy a kis tínédzsereknél, tehát ez a preteens, ez a 13 éven aluliaknál, ráadásul még egy magas öngyilkossági arány is van. Tehát ez abszolút nem játék, és nagyon sokszor a szülők elkövetik azt a hibát, hogy csak úgy kezelik, hogy ne hisztiz. Tehát nem ismerik fel. Nagyon sokszor az orvosok se ismerik fel. Tehát van gyermekdepresszió, és teljesen más odafigyelést igényel. Ezzel én nem foglalkozom, mert megmondom, én nem bírnám lelkileg. Tehát ezt mondtam, tehát én csak olyat csinálok, amit bírok. Tehát én nem tudnám nézni a gyerekek szenvedését ebbe. Józsi, te ügyesebb vagy. Hát de te elbírod, visel, én nem bírnám, tehát én örülök neki, ha... Igen. Ezt kapcsolatban olvastam egy felmérést, ami Szegeden 900 tínézser között volt, hogy a hitmennyire szerepel, mint protektív tényező, a különböző önpusztítószerek használatával kapcsolatban, meg ilyenféle magatartás zavarossággal kapcsolatban, és azokkal szemben protektív volt, de hogy pont a tanulmány azt mutatta ki, hogy a depresszióval kapcsolatban eléggé ambivalens az eredmény, tehát néha a hit még rásegít arra, hogy az ember depressziósabbá váljon. Persze ez, hogy mondjam, vallási közösségektől is függhet, meg lelkipásztoroktól, hogy mutatják be Isten, mennyire tesznek egy nyomást az erre hajlamos sértülők, de akár felnőttek. Én csak ezt szerettem volna kérdezni, hogy a praxisban mennyire érződik, hogy a hit okozza pont azt, hogy... Depressziót. Jó? Tehát a kérdés az volt, hogy mennyire, csak a hangfelvételén mondom, tehát mennyire jellemző, vagy mennyire tudok erről, hogy a hit fokozza, mennyire tapasztalható ez, hogy a hit fokozza a depressziót. Igen. Jó, Tomál, azt is azt, hogy előbb mondd meg, te. Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban attól függ, hogy mit tanítunk. Tehát milyen tanítások, és milyen hitbeli megtapasztalások vannak a háttérben. Ilyen értelemben sajnos, hogyha negatív, illetve a törvénykező istenképet adtuk valakinek, tehát ha törvénykező, a dogmatikus istenkép van, akkor a dogmatikus istenképnél nem ez az ige van. Elfáradtál? Szégyeld magad. Ellankadtál? Hát ezt nem vártam volna tőled. Mi az, hogy elbotlottál? Kiestél a kegyelemből?
Ez a dogmatikus tanítás. Tehát, hogyha ezt nézzük, amiben az Ézsaiás ígét nem tudom, hogy hova teszik, akkor valóban lehet ilyen, hogy a depresszió megnövekszik. Hisz egy szorongást, egy bűntudatot vált ki. De az egészséges hit, az egészséges istenkép az én tapasztalataim szerint növelik a gyógyulási arányt, sőt, mi több gyorsítják a gyógyulást. Józsi. Azt szerettem volna hozzátenni ehhez, hogy talán sokan tudjátok, hogy nagyon nagy a szakirodalma a hit és egészség témakörnek. Tehát amerikai adatok vannak leginkább, de magyarországi adatok is vannak az utóbbi években. Matyi pont egy magyarországi tanulmányra hivatkozott, és nagyon érdekes, hogy tényleg majdnem mindenben azt tapasztaljuk, hogy a mélyebb spiritualitás, tehát hitbeli elkötelezettség, vallásos meggyőződés, az pozitív összefüggésben van az egészségi állapottal, tehát akár az immunrendszer állapota, a táppénzesen eltöltött napok és az egész-egész különböző betegségcsoportok. És valóban van néhány olyan tanulmány, ami azt mutatja, hogy viszont a hívők körében gyakoribb a depresszió. Hopp Mária is ezt találta a Hungarosztadiban, ahol 12.600 magyart vizsgált. Ő viszont magyarázatként felvetette, és szerintem ezen érdemes elgondolkozni, hogy itt megint csak az ok-okozati összefüggés az nem biztos, hogy olyan irányú, hogyha hívő vagy, akkor depressziósabb vagy, hanem ha depressziós vagy, akkor nyitottabbá válsz arra, hogy valamelyik gyülekezethez esetleg csatlakozz, mert jobban elfogadnak. És hogy biztos vannak ártalmas gyülekezetek bizonyos depressziósoknak, én is tudnék mondani olyat, hogy bizonyos gyülekezetben bizonyos páciens az nem úgy javult, hanem romlott. De nagyon fontos tudnunk, hogy akik hívő közösségbe járunk, feltétlenül nagyobb százalékban vannak közöttünk ilyen módon beteg embertársaink. Nyilván nagyobb a felelősségünk azzal, hogy hogyan közelítünk hozzájuk. Igen, most ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen, és azért jó, hogy erre így felhívtad a figyelmemet, mert ezt úgy nem is gondoltam át. Tehát nekem is jó ezt mondja, hogy ezt most mondtad, mert egy depressziós ember hol talál közösséget, aki elfogadja? Csak a gyülekezetben. Tehát igen. Tehát itt van egy ilyen kérdés, hogy ki is volt hamarabb? És remélem, hogy ez így is marad. Tehát remélem, hogy ez így is marad, hogy nálunk a depressziós ember is egy szeretett ember, akiben Isten gyönyörködik. Akkor is gyönyörködik, amikor depressziós. Akkor is azt mondja, hogy kincsem vagy nekem, mert én drága áron váltattalak meg. Van-e még bármilyen kérdés? Ha lehet, akkor inkább ne a gyógyszerekről, mert teljesen zavarba hoztok vele. De talán azzal kapcsolatban, amiről itt beszéltünk, a gondolatokkal, életviszonyulás, bűntudat, tehát ez volt főleg a három nagy gondolat. Van-e ezzel kapcsolatban bármilyen? Igen? Nekem egy rövid kérdés, de lehet, hogy annál nehezebb lesz megválaszolni, hogy a csapokat hogyan lehet elzárni, illetve nem is elzárni, hanem engedni, hogy megcsapoljanak minket. Tehát én ezt most tanárként mondom, hogy azt látom, hogy eléggé túl vannak terhelve a gyerekek időnként. Persze nem mindenkire igaz, de azért a lelkiismeretesebb gyerek az eléggé túlterheli magát. Alig van ideje, tényleg látom, hogy dúg a nyelve is, hétvégén is este 10-ig tanul, és stb. Tehát vajon mi ad neki lelki erőt arra, hogy a csapokat azt ne engedje, mert már esetleg magán észreveszi, hogy itt már túlzásokba estek, akár a szüleim, akár a tanáraim, akár a gyülekezetem. Igen. Hogy próbál engem leszívni, és nincs lelki erőm azt mondani, hogy stop. Én még soha semmelyik gyerektől nem hallottam, hogy tanár úr, 5 példát nem fog tudni megoldani, csak 3-at, mert depressziós leszek a negyedikről. Ő azt mondja, hogy mert dep is leszek, tanár úr. Azt csinálja meg, az egy másik dolog. De... Az az igazság, hogy ezzel most nagyon mélyen, tehát most nagyon hazataláltál a kérdéssel, mert ugye hát azért nekem 3 gimnazistám van, 5 gyerekem, a 2 kicsi az repked, ha tudnák, hogy csak meddig. De sajnos, tehát egy olyan
viszonyulás alakult ki az oktatásba, amit sem mint pedagógus, sem mint pszichológus, sem mint szülő nem értek. Tehát arról beszélnek, hogy emeljük a diákok szintjét, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy emeljük a rövid távú memória kapacitását, mert tulajdonképpen a befogadó képességet meghaladja azt, amit elvárnak a gyerekektől. Ennek következtében már eleve szorongásra ítéljük őket abba, hogy nem fognak tudni teljesíteni, abba, hogy nem is bírják, abba, hogy nem fognak emlékezni, abba, hogy akkor valahogy ezt meg kell oldani. Tehát, bocsánat, puskázásra és különböző csalásokra neveljük őket ezáltal, és utána lejön a ledurungolás, és emeljük tovább a szintet, tehát az elérhetetlenségig. Ez magába, ez egy olyan reménytelen, szorongással teli, görcsel teli állapot, ami nem egy hétig tart, hanem évekig. Tehát ez a tragédia benne. Tehát tulajdonképpen neveljük ki a saját szorongásos megbetegedéseket, a diákjainkat, fiataljainkat, a saját pánikbetegeinket és saját depressziósainkat. És nem vettem még észre, hogy valaki ez ellen úgy igazából józanul felszólalt volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy veszélyzóna. Tehát az, hogy én most a saját gyerekeimről beszélek, október végét írunk, én tudom, hogy az én két nagylányom mindent belefeszítve az elmúlt, hány hete van iskola, 8 hétbe, 7 hétbe, alig aludt egy éjszaka 3-4 óránál többet. Ez egy 16 és egy 18 éves fejlődő szervezet. Abnormális. Tehát arra van ítélve, hogy magyarán szóval, vagy kibírod, vagy belepusztulsz. Tehát én, mint pszichológus, akivel, hogy mondjam azt, hogy minden fél évkor, tehát a karácsonyi szünidő előtt és táján, és minden év végén tömegével jönnek hozzám az egyetemisták, akik összeroppantak a terhek alatt. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol valami nagyon-nagyon elbillent. Teljesíteni akarunk, az embert nem vesszük észre, az számít, hogy mi van, ki, hogy mi vagy, és nem az, hogy ki vagy. Tehát az ember, mint érték, egyre kevésbé létezik, csak a teljesítmény. És ezzel valóban szorongásba és depresszióba nyomjuk őket. Hogy lehet nekik segíteni, én megmondom az igazat, egyfolytában mondjuk neki, hogy kicsim, nekem a kevesebb is elég. Igen, de a tanár úr, de a tanárnő valóban így van. Abban a pillanatban, megmondom, az én gyerekeim azok közé tartoztak, akik azt mondták, hogy én megelégszek a 4-essel, vagy nekem jó lesz a 3-as, nem akarok javítani, kiborult rajta a tanár úr. Nekem kell, mint szülőnek megtanítani arra, hogy figyelj, ez is így jó lesz. Én mikor angolt tanítottam, nem gondolom, hogy a legjobb angol tanár lettem volna, igyekeztem, de szerintem ott is több pszichológiát, mint angol csináltam. De én az érettségiző diákjaimmal évelején szerződtem. Azt mondtam, szerződjünk. Döntsd el, hogy mennyire fontos neked az angol, hányost akarsz belőle kapni. Hát ha tovább tanuláshoz szükséges, akkor logikus, hogy hajtasz a jobb egyér. Ha neked ez teljesen mindegy, mert németből mész tovább, akkor mennyi az, amit el szeretnél érni? Ha nekem a gyerek azt mondta, hogy tanárnő, én beérem egy 3-assal, azt mondtam, jó van, de érd el a 3-ast, és nem nyomnak tovább. Hát akkor tanulj arra, ami neked fontos. Akkor tanulj a németre. Csak nem ez a viszony, tehát nincsen egy ilyen rugalmasságunk. Mindenből kitűnőnek kell tenni. Logikát, nem lehet kitűnőnek lenni. Tehát nekünk kell megtanítani a gyerekeinket arra, hát bocsánat, de az, hogy az árral szembe ússzanak. Nekünk kell. Meg kell tanítani arra, hogy nézzél szembe azzal, hogy nem fogják érteni, hogy miért mondasz nemet. Hogy fogadd el azt, hogy nem értik, hogy miért csak ennyi. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Tehát én magam is igazából, ha valami szorongást vált ki belőlem az utóbbi időben, akkor elsősorban ez, hogy látom, hogy mifelé nyomják az oktatási rendszer a gyerekeimet. És úgy megfordul bennem, hogy meddig bírja az idegrendszerük, mert azt kívülről nem lehet látni. Tehát meddig bírja? Vagy ők is oda kerülnek majd, ahova azok kerültek, akik hozzám jönnek el?
És itt, amikor arról beszélek, hogy hozzám jönnek el, a jobbik eset az, amikor csak szorong és sír hetek óta. De hányszor találkozok fél évkor, vagy év végén értelmes, addig kitűnő diákokkal, akik a szorongásból átmentek pszichózisba. Halucinálnak. Antipszichotikumokra kell tenni őket, hogy megmentsük. Félelmetes dolog. Tehát valóban tényleg el kell indulni egy olyan irányba, amikor neveljük a gyerekeinket, akár a tanárnak azt mondjuk, hogy tanár úr, nekünk nem baj, ha nem kitűnő. Tudja mit? Ne, a hármassal is beérjük, mert mondjuk, hogy nem mindenki kitűnő. De nekünk jó a hármas. Nagyon nehéz, mert tudom, hogy ugye az van, hogy már ötödiktől azt hallják a gyerekeim, Emese már most hallja, ő most az ötödikes nagylányom, már most azt hallja, hogy ja Istenem, szeptemberben 2 hétig sírt, hogy ő nem fogják felvenni. Mondom, hova? Ötödikes vagy, kicsim? És mondja ezt egy olyan gyerek, aki eddig kitűnő volt. Hova nem foglak felvenni? Hát még 4 éved van görcsölni, várjál 7-ig. És ugyanezt látom a nagyoknál, de nem fognak felvenni. És sajnos szakmailag nem az következik ebből a teljesítmény elvárásból, hogy jobban teljesítünk, hanem az, hogy alul teljesítünk. Egyénileg csak azt tudom mondani, hogy mindenki, aki rábízottatott, azt kell bíztatni arra, hogy merjél nemet mondani. Jobban megéri. Jobban legyél kevésbé okos, késsél a felvételivel, de maradj meg egészségesnek. Az sokkal fontosabb. Van-e bármilyen más? Még esetleg itt a gyakorlati oldalhoz, ugye az elméleti rész, hogyha van esetleg olyan irodalom vagy internet, tehát ami gyakorlatilag billenti az embert. Most is ugye nem volt idő személyes példára, de az igazi varázslat akkor van, amikor az ember el tud ezen lépni, és ez valahogy egy gyakorlati pillanat, vagy ezek a pillanatban valami... Gyakorlati pillanat mivel szemben? A depressziós gondolatok, vagy viszonyulás? Most igen. De mégis valahogy a gyakorlat sokszor annyira egyszerű, ha az ember megbírja ezt ragadni, hogy erre van valami irodalom, vagy valamilyen, mert ez rengeteg szituáció. Hát ez az, és akkor érzem, hogy már pillanatok alatt érezhet az ember, hogy vége ennek a nyomás. Hát ha könyveket nézünk, azért a legtöbb könyv, az tulajdonképpen ugyanígy elméleteket mond el. Lehet, hogy... Igen, a gyakorlat az az, amikor valaki nekem, velem szembe ül, és azt mondja, hogy itt hallottam egy mondatot, és az nem egy olyan mondat. Tehát erre kell a külső segítség. Itt van egy mondatod, ami önpusztító. Tehát tulajdonképpen a gyakorlat az ezt jelenti. Ezt lehet csoportterápiában megtenni, vagy egyéni terápiában. De gyakorlati szinten ennél gyakorlatiabban azt hiszem nem lehet, bárhogy Józsi pszichoterapeutaként szóljál, ha tudsz ennél konkrétabban, de ennél jobban konkretizálni nem lehet. Tehát itt az van, hogy az alap tulajdonképpen önmagamat megvizsgálni azok alapján, a vezérfonalak alapján, amiket hallottunk, vagy amiket a könyvekben írnak. Tehát azért a depresszióról egy nagyon-nagyon széles paletta van, tehát nagyon-nagyon sok gondolat van, és a többségében nagyon jó szakirodalom, szó szerint én nem tudom őket, tehát én inkább az amerikai irodalmat ismerem, de ahogy nézegettem, azért magyarul is vannak irodalmak. Igazából azt kell magamévá tenni. Tehát a gyógyulás valahol ott van, hogy az elméletet megtanulom alkalmazni. Igen, csak most itt a kezembe került egy énkép nevezetük, hogy most konkrét példák vannak, nagyon negatív az énképen, most ezt így bevállalom. Nem tudtam a gyakorlatokkal mit kezdeni, és úgy gondolom, hogy ez egy depressziós alapú. De ott gyakorlatok voltak. Tehát tulajdonképpen le volt írva, hogy ki mit mondott, ezt válaszolt, rögtön életszerű lett a dolog. Mert tudtam, hogy mondjuk ő egy 7-esportban dolgozik, és tudom, és ő megszólták nekövér. Akkor az ember, tehát egy valódi szituációban jobban levesztük sokszor a dolgokat, mint elméleti fogalmakat. Erre nincs irodalom, nem tudsz ajánlom. Így most konkrétan nem jut eszembe. A Határokról tudom a Határaim című könyvet, amit nagyon szoktam ajánlani. És megmondom, hogy ma már barátaimmal poénkodtunk erről, hogy lehet, hogy 100%-ot kéne kérnem a
a szerzőktől, mert a magyarországi eladási arányban biztos, hogy hatalmas szerepem van. Én ezt egy nagyon jó könyvnek tartom. Az elég sok konkrét példát és gyakorlatot. Sőt, Magyarországon azt hiszem még nem jelent meg, de még munkafüzete is van különben. Az nem jelent még meg, ugye? Nem tud róla senki. A határainknak van egy munkafüzete is, nem? Jó, majd szólunk a harmatnak, hogy dolgozzanak ezen is. Van-e bármilyen más kérdés? Még van néhány percünk. Szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen az embernek a alapja kell, nem az emberi szellem, a lelke, az érzelmek, a gondolatok, érzelmek és az akarat. A gondolatokról ugye sokat hallottam az interneten, azt, amiket elmondták, és nagyon hasznos volt. Szeretném megérteni, befogadni, hogy a gondolat, hol jön az érzelem, vagy fordítva, vagy együtt. Szóval ez engem annyira... Érdeklő, igen. Tehát ugye ennek a kognitív, illetve hát úgy mondjuk, hogy a racionális emotív terápia, a REPT, Ellis-féle terápiának, most ezzel nem kell foglalkozni, teljesen mindegy, ugye úgy szoktam leírni, hogy van egy esemény. Az esemény bennem először egy reakciós szintű gondolatvilágot indít el. Azt a reakciós szintű gondolatvilágot, amit én valamikor megtanultam, rögzítettem, tehát valahol már nekem egy tapasztalatvilágom van ezzel kapcsolatban. Tehát megyek az autópályán, ez a sablon példám, valószínűleg azért, mert sokat megyek az autópályán, és elém vág egy autó, mondjuk éppenséggel nem 130-al, amivel én megyek, hanem egy kicsit csörtetve 50-nel. Tehát elém vágott a kocsi, és ebből nekem az első reakcióm egy gondolatsorozat, hogy hol a gázpedál, hello, hol kaptál jogosítványt, ez se tud vezetni, na most ebből baleset lesz, és a gondolataim összefüggnek azzal, amiket én korábban megtapasztaltam, ha volt balesetem, kétségbe esek, hogy ebből baleset lesz. Összefüggenek az előző dühöngéseim, vagy nem dühöngéseim, tehát ugye most erre a konkrét példára mondom, és ezek a gondolatok kiváltanak belőlem egy érzelemtünetet, tömeget. Tehát ha én azt gondolom, hogy ez se tud vezetni, miért adnak ilyennek jogosítványt, nem igaz, hogy az ilyen alá kocsit tesznek, hello, jobbra van a gáz, ugye? Tehát, hogyha én elkezdem így gondolatilag mondani, ebből mi a következő? Az, hogy felhergeltem magamat. Igazából magyarul mondjuk is felhergeltem magamat, felspannoltam. Tehát érzelmileg bedühödök, tele leszek érzelemtömeggel. És ebből jön már a viselkedésem, amikor dudálok rá, vagy csókokat küldök neki. Tehát a következő variáció, csak ugye ennek az ellenpéldájára szoktam azt mondani, elém vágnak, és én már megtanultam, nem kéne dühöngeni, tehát bennem kialakult egy másik gondolatvilág viszonyulás, és azt mondom, hogy ó, hát a múltkor, amikor a barátnőm szült, én is így mentem, de nem mertem túl gyorsan menni, nehogy hátul fájjon neki az ötyögés, úgyhogy lassabban mentem, de azért mentem autópályán, mert itt nem kell megállni a lámpáknál. És ez a gondolat mit indított el bennem? Ó, vigyázzunk rá, lehet, hogy a hátsó ülésen ott szül a barátnője. És akkor már nem dudálok, hanem imádkozom értük, hogy ha Istenem, juttasd el őket a kórházba, baj nélkül. Ez egy, tudom, egy egyszerű kis primitív példa, de ezt akartam érzékeltetni, hogy a gondolataim, azok az, amit a környezetem, az események kiváltanak, és a gondolataim befolyik, abból jönnek az érzelmek. Ezért van az, hogy a Biblia újra és újra azt mondja, újuljatok meg a gondolataikon. Ha van valami jó, valami nemes, valami dicséretre méltó, igazságos, tiszta, tisztességes, arról gondolkodjatok. Miért? Mert ezek váltják ki az érzelmeiteket, az érzéseiteket. És ez fogja motiválni a cselekedeteiteket. Annyira szép. Annyira logikus. Így érthető, ugye? Egy kérdés talán még, van-e még? Olyan, hogy van olyan, aki soha nem depressziós, jelentkezzen és közösen verjük meg. Isten éltesse egészséges alkat, és hál' Istennek vannak dolgok, ami hát ez egy olyan áldás terület, amivel Isten megáldotta. Azért jelentkeztem, hogy nem vagyok depressziós, hogy
geniakesek depresszióba, tehát hogy most beszéltél a depresszióról, de hogy ugye van paranoia, skizofrénia, meg nem tudom milyen betegségek, hogy ezek mennyire jellemzőek a keresztény közösségekre, tehát esetleg ezekről a betegségekről is tudnál hosszasabban beszélni, de most, de... Másik alkalommal. Hát... Ezt lehet mondani az ilyen lelki betegségek királyának is a depressziót. A lelki betegségek királya, az nagyon, annyira szépé teszi, hogy ne engedjük meg ezt a nevet, mert akkor már király is lett, meg Depike, olyan kis aranyoska, tehát akkor már minden. Hogy mondjam erre így válaszként, hogy a kereszténység, a gyülekezeteink azért igazából egy keresztmetszete a társadalomnak. Amiben mi különbözünk, az nem az, hogy mi nekünk nincsenek betegségeink, hanem azt, hogy mi elfogadtuk Krisztus kegyelmét. Ennyi. Ne essünk már itt tévedésben. Semmi. Tehát az, hogy keresztény közösség, az, hogy gyülekezet, annyit jelent, hogy én elfogadtam egy megbocsátást. Ennyi. Ugyanúgy lehetek beteg, ugyanúgy küzdhetek, ugyanúgy történnek tragédiák, csalódások, bűnök, hibák, gonoszságok. Jó lenne, ha nem így lenne, de az egész Biblia erről szól. Egyetlen egy dolog. Mi elfogadtunk valamit, amit Isten mindenkinek felkínál. Azt mondhatnánk, hogy nem több, mert ez a legtöbb. Mi tudjuk, hogy nekünk ez a legnagyobb áldás. Engedjétek meg, hogy befejezés. Egy évvel megtámasztatom ezt? Igen. Két baja van az igaznak, de mind a hétből kimenti az Úr, és ezért nem kell depressziósnak lenni a hívő embernek. Igen, bár erre mondtam azt, hogy ne essünk abba a tévhitbe és csapdába. Köszönjük ezt az igét, egy nagyon bátorító ige, hogy az Isten kimet minket, de ne essünk abba a csapdába, hogy azt hisszük, hogy a depresszió az annak a jele, hogy én eltávolodtam Istentől. Vagy az én hitetlenségem, vagy az én gyengeségem. A depresszió az egy betegség. Sok mindent tehetek én azért, hogy ezt megelőzzem, vagy hogy ebből kijöjjek, de bizonyos szinten a depresszió egy olyan dologgá, egy olyan betegséggé tud felerősödni, amikor valóban kontrollvesztetté válok felette. Engedjétek meg, hogy ismét felolvassam nektek az Ézsaiási igét, és merjetek ebbe ti is velem együtt kapaszkodni. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé? Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtelent nagyon erőssé teszi. Mert elfáradnak és ellankadnak az ifjak, míg a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Fejezzük be imádsággal a mai együttlétünket. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te ilyen hihetetlen szeretettel vagy felénk, hogy bátorítasz, hogy megérted azt, amikor elfáradunk, hogy megérted azt, amikor elbotlunk, és hogy ennek ellenére te csak annyit mondasz, hogy kelj fel és járj.
hogy neked az üzeneted az, hogy meg akarsz erősíteni, meg akarsz újítani, magaslatokba akarsz emelni. Segíts beléd kapaszkodni. Segíts, hogy felismerjük azokat a gondolatokat, amelyek lehúznak. Újíts meg minket ebben. Segíts felismerni azokat az életviszonyulásainkat, amik elveszik tőlünk a reményt. És add a te reményedet. Add a te megújító gondolataidat. Te ismersz itt minket, és te látod, ami titkon kimondott, vagy ki nem mondott bűntudatainkat. Letesszük elődbe azokat, és kérünk, hogy add nekünk a te szabadságodat. Dicsérünk téged azért, mert szeretsz. Mert nem tudunk más tenni, amikor megtapasztaljuk szeretetedet. És kérünk, jöjj velünk otthonainkba, családjainkba. Maradj velünk. Jézus nevében kérünk, hogy hallgassál meg. Amen.